Szeretettel köszöntöm a Ajkai Szó videó műhelyében Fülöp Zoltánt, aki ezúttal a Fiatal Demokraták Szövetségek városi elnökeként, tehát Ajka városi elnökeként ült vendégként közöttünk. Elmúlt heti adásunkban láthattak egy interjút Sibak Andrással, a DK választókerületi elnökével. Azért hívtam önt, hogy némiképp reagáljunk erre, és tehát kifejthesse a véleményét Ukrajna ügyben. Ugye nehéz ilyenkor, vagy ilyen témában információhoz jutni, de hát ön szívesen vállalkozott erre a beszélgetésre. Akkor kezdjük a közepén. Előzetes megbeszélésünkön is említettem, hogy nagyon érdekelne a Fidesz véleménye a ukrajnai háború kimeneteléről, tehát ugye a béke pártján állnak, ez természetes, ezt mindenki tudja, de ennek a részletei nagyon nehezen körvonalazhatók. Ön tudná ebbe valamilyen eligazítást nyújtani? Tehát mit jelent a béke pártiság manapság, és mit jelent a háború pártiság? Ugye van egy ilyen fogalompár. Hát nem egyszerű a kérdés, hiszen nem nagyon vagyunk hozzászokva, hála Istennek, ahhoz, hogy háborúval foglalkozzunk, sem békepárti vonalon, sem háborúpárti vonalon. Az, hogy a Fidesz-KDNP kormányzati szinten egyértelműen kifejtette a bélik véleményét, hogy nem kíván részt venni ebben a háborúban, mindenféleképpen ki szeretne maradni Magyarország. Ez egy teljesen érthető dolog, hiszen nekünk úgymond ehhez a konfliktushoz közünk nincsen. Az, hogy a világpolitika az milyen módon változik, és hogyan alakul, és Európa hogyan keveredik bele egy ilyen konfliktusba, ez már egy nagyon-nagyon részletes, sokrétű, és a komplex világpolitikának hatásaiból adódhat. Minden esetre tudni kell azt, hogy a mi véleményünk az, és személy szerint természetesen az enyém is, hogy ezt a háborút Amerika provokálta ki, és ez a háború, ez tulajdonképpen nem Ukrajna és Oroszország közti konfliktusról szól, hanem Amerika, aki évtizedek óta gyakorlatilag kimondhatjuk, és én kimondom, hogy a világ csendőrét játsza, megint csak a saját gazdasági érdekeit figyelembe véve, talán a legerősebb motiváció ez volt, hogy egy konfliktus helyzetet robbantson ki Ukrajna és Oroszország között. Ugye egyrészt katonai szempontból fontos Amerikának, hogy a NATO minél közelebb kerülhessen az orosz határvonalakhoz. Másrészt pedig évtizedek óta ismerjük azt az ukrán helyzetet, ami politikai fordulatok következményeként alakult ki, de pontosan azt is tudjuk, hogy Ukrajna egy nagyon nagy ország, és egy nagyon gazdag ország is. Ha ennek az országnak egy stabil politikai vezetése lenne, ami nincs, ezt kimondhatjuk, hogy az elmúlt időszakban ugye borzasztó sok fordulat volt, akkor egy nagyon gazdag és szépen élhető országgá lehetne ezt alakítani. Én azt hiszem, hogy a magyar kormánynak egyértelműen ez az érdeke, és ez kellene, hogy legyen az érdeke az Európai Uniónak is. Ahhoz, hogy Ukrajna az Európai Unióhoz csatlakozzon, ahhoz jelen pillanatban a feltételeket nem tudja biztosítani. Hiába mondja a jelenlegi elnök, hogy ő mindenképpen az Európai Unió közösségéhez tartozni szeretne, ő neki nagyon sok feladata van még, illetve lenne még, az esetleges háború megszűnése és a béke kialakulása után is, hogy ezt az országot az Európai Unióba be tudja hozni. Ami rendkívül fájdalmas az az, hogy ebben az európai közösségben is teljesen megoszlanak a vélemények, illetve Brüsszel irányából rendkívül erős a nyomás, hogy ezt a háborút továbbra is fenntartsa. Ez számunkra teljesen elfogadhatatlan, és ugyanakkor érthetetlen is. Nem tudjuk elfogadni, hogy miért kell ilyen módon kiszolgálni Amerikát, amikor távolról is jól látszik, hogy Amerikának az a gazdasági érdeke, hogy Európát meggyengítse. És azért itt jön be az elmúlt néhány nap nagy politikai fordulatai, történései, Emmanuel Macron megnyilatkozása ezzel kapcsolatban, hiszen ő már kimerte mondani azt, ami lehet, hogy több politikusnak is véleménye, csak éppen még nem merik elmondani, hogy Európának ez nem az érdekét szolgálja ez a háború, és bizony-bizony Európának le kellene válnia erről a rettenetes amerikai kötődésről. Nagy vihart kavart, ugye Amerika azonnal reagált erre, hogy mégis Franciaország ezt hogyan képzeli,
de örömmel vettük, és örömmel vettem személy szerint én is, hogy Macron elnök úr ezt kimerte mondani, és abban bízunk, hogy talán elindul egy jobbító szándék, és egy józanész irányába az Európai Parlament vezetése, és az egész Európai Unió. Nem szabad hagyni, hogy belesodródjunk ebbe a háborúba, és nem szabad hagyni azt, hogy Európa a nagy vesztesévé váljon, és aztán esetlegesen, kimondom, Amerika gyarmataként az elkövetkezendő időszakban teljesen letérdelve és egy kiszolgáltatott állapotba kerüljünk. Köszönöm szépen. Direkt nem szóltam közbe, nem akartam megzavarni a gondolatmenetét, de egy kicsit szálazzuk szét, amit mondott. Például azt, hogy ugye nincs közünk a orosz-ukrán háborúhoz. Hát ott van Kárpátalja, ott vannak a kárpátaljai magyarok. A külügyminiszter nem egyszer sejtette, hogy meg más fórumokon is elhangzott már más publicisták szájából, politikusokból még nem nagyon, hogy hát Ukrajnával szemben akár területi követelésekkel is fölléphetnénk. Tehát ez valahol ott bujkál a háttérben, hogy átrendeznénk, ha már ilyen nagy világégés vagy Európa égés van, akkor ennek örvén, nem mondom, zavarosban halászva, de ennek örvén esetleg érvényt szerezhetne Magyarország területi igényének, ugye Trianon óta fennáll. Én azt gondolom, hogy nincs aktualitása ennek a dolognak most. Erről nem szabad és nem is kell beszélnünk, és még hogyha valahol talán emberek, százai, ezrei, talán politikusok, talán publicisták gondolkodnak ebben, vagy fejtegetik ennek a lehetőségét, nincs itt az ideje. Ennek az ideje talán akkor lehetne itt, hogyha itt kialakul egy olyan egységes akarat Európa, Ukrajna, Oroszország vonatkozásában, hogy a béke mellett, a béke vonala mellett tudjunk tovább gondolkodni, de azt azért pontosan tudjuk, hogy a különböző területi követelések azok mindig háborúhoz vezetnek. Így tehát van. Ugye a háború egyik kiváltó oka a területi... Vissza is térhetünk, majd a másik viszont, ami ugyancsak élesen, és már politikusoktól vetődik fel a nyelvtörvény, a kisebbségek elnyomása, de az Európai Unió különböző bizottságaiban, vagy akár a parlamentben is szót emelünk és vétóval élünk. Hát nem vétóval, de nem szavaznak meg a politikusai bizonyos szankciókat. Például a szankciókat megszavazzák, csak bizonyos intézkedéseket próbálnak ignorálni, vagy kivenni, például ugye személyeket levenni a tiltólistákról. Magyarország, nem akarom túlzásra vinni, de ott tesz keresztbe, ahol tud az ilyen lépéseknek, tehát azért annyi közünk van hozzá, hogy szeretnénk a magyarok jogait érvényesíteni Kárpátalján, és hát emellett persze vannak többen oroszok, románok, akik ugyanebben a cipőben járnak. Hát én azt gondolom, hogy a magyar kormány, amit a kisebbség érdekében megtett az elmúlt időszakban, az példaértékű. Tehát akár Erdélyről, akár Kárpátaljáról beszélünk. Na most azért ugye a kisebbségi érdekek védelme az egy nagyon-nagyon fontos dolog, de azért emiatt háborúzni nem lehet. Ugye ez egy durva dolog lenne, de az a politikai és diplomáciai küzdelem, amit egyébként Szijjártó Péter miniszter úr is megtesz annak érdekében, hogy a Kárpátalján élő magyarok érdekeit minél erősebben tudja képviselni, az nagyon-nagyon fontos, szükségszerű és példaértékű jelen pillanatban. Úgyhogy ezt én nem keverném össze azzal a háborús helyzettel, amiről már beszélhetünk úgy, hogy esetlegesen a harmadik világháború küszöbén állunk. Tehát azért ez egy kicsit túlmutat ezen. De azért figyelembe véve azt, hogy Ukrajnát mi milyen szinten segítjük, humanitárius vonalon, mennyi pénzzel, áldozattal, egyebekkel, anyagi javakkal segítjük Ukrajnát, ezen keresztül Kárpátalján élő magyar testvéreinket, erre azért nem az a politikai reakció lenne elvárható, amit egyébként Ukrajnától visszafelé kapunk. Tudom, nem azt a eldöntetni, például Orbán Viktor miért nem látogat el Kijevbe? Biztos, hogy van ennek egy politikai oka, hogy Orbán Viktor miért nem látogat el Kijevbe. Orbán Viktor azt mondta, hogy a megfelelő idő még nincs itt. Amikor elérkezik a megfelelő idő, akkor ő el fog látogatni Kijevbe. Tehát mi ne akarjuk innen, erről a szintről gyakorlatilag egy ilyen esemény
eseményt, egy ilyen világpolitikai helyzetet, helyzetbe beavatkozni, vagy vélemény nyilvánítani, mert ez egy sokkal-sokkal összetettebb kérdés, mint amit mi látunk ebből. És most a mi alatt, én személy szerint magamat is mondom, aki aktív politikusként, de azért az emberek millióit, és nem látunk bele, igen. Tehát azért, hogy mi megy a háttérben, és mi fog történni, hát azt mi azért még nem nagyon látjuk. Na most említette, vagy célzott rá, hogy a háború továbbvitele, fenntartás az unió érdeke, tehát nem igazán akarnak kiszállni ebből a mókuskerékből. Akkor itt a ide megismételem a kezdeti kérdést, hogy hogyan lehetne békével lezárni ezt a konfliktust, anélkül, hogy ne ágyazzunk meg további feszültségnek, mint például Trianonban ezt történt. Igen. Hát erre én nem tudom a választ sajnos. Ha tudnám a választ, akkor lehet, hogy nem ennél az asztalnál ülnék. Ez egy olyan konfliktus helyzet, ami olyan szinten exhalálódott, hogy ennek a végét látni, illetve megmondani, hogy mi lehetne az a megoldás, amellyel a béke irányába mehetünk, és amellyel legalább le tudnánk ültetni a háborús feleket egy asztalhoz, hát ez egy nagyon nehéz. Ugye területi követelésekről beszélünk, ez olyan, mint a kocsmai verekedés, azt szoktam mondani, ki ütött először, ugye? Hogy mi történt itt, ki kié volt, hogyan volt, ki ütött először, ki mit szeretne megszerezni, meddig szeretne eljutni, stb. Ez egy nagyon-nagyon összetett és nehéz. Hát láthatjuk, hogy a világban a jelen pillanatban a csúcson lévő politikusok sem nagyon találják azt a hangot, azt a megoldást, hogy merre lehetne elindulni. Minden esetre a probléma az az, hogy azt látjuk, hogy Európán belül gyakorlatilag a pápán és Magyarországon kívül senki nem támogatja azt a vonalat, hogy a háborút le kell zárni. Ennek vitatkoznék, mert szerintem minden értelmes ember úgy gondolja, hogy háborúzni nem szabad, tehát békének kell következni, de ennek a mikéntje, láttuk már a világtörténelemben, hogy tanulni is kell. Ha lezárnánk most ezt a konfliktust, befagyasztanánk a frontvonalakat, akkor oda jutnánk, ahová Dél-Korea, Észak-Korea. Hát úgy nem szabad lezárni. Tehát valami olyan megoldásra kellene törekedni, ami mind a két fél számára elfogadható. Ez viszont egyre nincs az asztalon. Nincs, mert ez a legnehezebb. Teljes területi. Igen. Oroszország pedig nem fog vissza hátrálni ebből, mert hát nem azért kezdte ezt el. Ők is megidolizálják, sőt elég sokan támogatják az orosz emberek közül is. Így van. Hát azért az orosz nyelvterület. Megilleti Oroszországot. Ukrajna meg szerint meg nem. Na most, de ettől függetlenül ez abszolút így van, és pontosan emiatt nehéz a konfliktus végére érni. Na de azért azt nem lehet, hogy Európai Uniós vezetőként, brüsszeli politikai vezetésként azt mondom, hogy bizony a háború nem jó, de ugyanakkor fegyverekkel és dollár és euró milliárdokkal segítem és támogatom. Egyesültelmek katonai megoldásra törekszik. Ez egyértelműen katonai megoldásra törekszik. És elhangzott politikusok szájából is, hogy ugye az jelenti a békét, ha az oroszok hazamennének. Kész. Igen. Tehát ez az álláspont. Igen, de azért Ukrajnának is lenne feladata ugye ahhoz, hogy azért ez kisimuljon ez a történet. Na most ez azt jelenti akkor, hogy az Unió háborúpárti, a pártpartnak a Fidesz pedig békepárti. Így van. Ezt nyugodtan kijelenthetjük, ez jelen pillanatban Európában így van. De a gyakorlati megoldás szintjén már nem ilyen egyszerű a helyzet, nem ilyen egyszerű. Nem fekete-fehérre gondolkodni. Így van. De ugye pontosan Orbán Viktor miniszterelnök úr pontosan erre hívja fel a figyelmet folyamatosan, hogy Magyarország ki akar maradni ebből a konfliktus helyzetből. De nem lehet. Ki kell hagyni Magyarországot ebből a konfliktus helyzetből. De azért mondja, mert az Európai Unió... Igen, ha az Unió benne van, akkor Magyarország is. Igen, hát mi tagország vagyunk, tehát el kell, hogy jusson az üzenet oda a döntéshozókig, hogy nem jó ez az irány. Tehát ez nem megoldás, hogy ember százezrei halnak meg azért, mert valakinek érdeke mondjuk az amerikai fegyverek eladása. Senki sem örül annak, hogy ez a helyzet van és működik, viszont mi lenne a megoldás? Tehát az, hogy ez nem jó, nem működik, egy éve, több mint egy éve már látszik, hogy ez egy nagyon elhúzódó konfliktus, de mi lenne a megoldás? Nem tudom,
de elsősorban diplomáciai útra kell terelni ezt. Tehát le kell ültetni egy asztalhoz az érintett feleket, és egy olyan diplomáciai megoldást kell, diplomáciai vonalon kell megindítani a megállapodás, a megegyezés irányába az egész ügymenetet, mert kívülről hiába kiabál akárki akármit, amíg nem ülünk le egy asztalhoz, és ha nincsen kompromisszumkészség egyetlen félben sem, akkor ez egy rendkívül elhúzódó háborúvá válhat, és ugye, hogyha ez tovább eskalálódik, akkor Kína belépésével, és az egyéb különböző területek belépésével ebből nagyon-nagyon komoly konfliktus helyzet alakulhat ki. Na most tegyük fel, hogy sikerült tárgyalashoz ültetni a feleket, ez kétféle módon lehet, egyféle módon úgy, hogy a háború folyik, úgy nem, nyilvánvalóan, hogy nem lehet tárgyalni. Hát tűzszünet, azonnali tűzszünet. Viszont akkor megmerevedne a jelenlegi helyzet, és Szovjetunió, Oroszország behozhatatlan előnyhöz jutna azzal, hogy na akkor innen tárgyalunk. És ha mondjuk egy olyan megállapodás születne feltételes módban, nyilván feltéve, de meg nem engedve, így szokták mondani, hogy jó, akkor Oroszország határa tolódjon Ukrajna felé. Mi akadályozza meg Oroszországot, hogy egy nem létező országot, ugye Orbán Viktor is kijelentett, hogy gazdasági szempontból nem létezik Ukrajna, újra megtámadja mondjuk 5 év múlva, és megint 50-100 kilométerre beérni a módon. Semmiféle garancia erre nincs. De hogyha ezt vitatjuk, vagy firtatjuk, akkor ugye jövőbe látók nem tudunk lenni, tehát nem tudunk garanciát sem vállalni, különböző egyezményeket lehet kötni, de azt is láttuk már a világtörténelem folyamán, hogy ezek a megállapodások és deklarált egyezmények is másodpercek alatt felrúghatók, hogyha az érdekek ezt úgy kívánják, úgyhogy erre sajnos garancia nincs. Garanciát úgy lehet egy világ politikában vagy a világon, hogy egyensúlyt kell teremteni. És ugye ezt mondja Macron is, hogy gyakorlatilag ez a két pólusú világrendszer, ami jelen pillanatban van, ez nem jó, tehát ki kell alakítani egy harmadik pólust is, mert amikor az egyensúly megbillen, mindig akkor van a probléma. Igen, mondjuk aláírhatnak különböző szerződéseket a szemben álló felek, mint ahogy aláírtak körülbelül 30 év ezelőtt egy megállapodást, miszerint Oroszország garantálja Ukrajna biztonságát, amennyiben 5000 atomfegyverét átadja Oroszországnak. Át is adta, bár kétkedtek az ukránok is abban, hogy ennek lesz valamilyen valódi eredménye, nem is lett. Ugye igen. Most itt tartunk, hogy Ukrajna atomfegyver nélkül meg van támadva. Jó, szép igen, de hogyha Amerika nem akarta volna a NATO-t odatolni az orosz határokra Ukrajnán keresztül, akkor nem biztos, hogy ez idáig jut. Mert azért az, hogy az oroszok elindították ezt az agressziót, mert ez kétségtelen, az orosz agresszióról beszélünk, ugye annak mindennek megvan a miértje. Tehát az, hogy Oroszország is védi a határait, és nem akarja, hogy a NATO oda telepítse, mert NATO ugye azért azt tudjuk, hogy nem zöldséggyümölcsárus várost akar oda, hanem védelmi szervezet. Szervezet, ameddig védelmi szervezet. Igen, ameddig védelmi szervezet, aztán ha úgy gondolja, akkor átvonul támadó szervezetté, tehát ugye ez se, tehát nincs semmire biztonság. Na most egy ekkora atomhatalom, mint Oroszország, ugye azt mondja, hogy hát azért egy pufferzónára szükség lenne, és Ukrajna az lehet egy normális pufferzóna. Persze ott van 1300 kilométer. Ha akkor megszűnik a pufferzóna. De most... Hogy egy részét, akkor igen, de biztos, hogy lerohanja Ukrajnát, tehát tudjuk, mert ha lerohanta volna Ukrajnát, akkor már nem itt tartana. A cél az volt, hogy egyszerűen a politikai vezetést menekülésre kényszerítse, csak igen. Nem számítok az, hogy Zelenszkij... Igen, Zelenszkij ilyen támogatást kap Amerikától. Jó humora, meg Washington felé jók a kapcsolataid, mert azért, mert Washington érdekét szolgálja, tehát már régen nem Ukrajna érdekéről szól ez a sztori, hanem Amerika érdekéről szól, és Amerika pedig behúzta sorba az Európai Uniót, az egész Európát, és ebből kialakul egy kavalkád, és azért 12.000 kilométerrel odébről egy háborút irányítani Európában, meg Oroszország, Ukrajna területén, ugye némileg biztonságosabb, majd hogyha az amerikai elnök itt élne mondjuk Berlinbe, akkor valószínűleg más lenne a gondolat a fejében. Igen, ha... Nem beszélve arról, hogy azért egy rendkívül idős emberről beszélünk, aki mögött persze ott vannak a remek tanácsadói és az egész adminisztráció, de hát azért őt már azért egy kicsit inkább el kellene küldeni. Na most befejezésül lenne egy kérdésem. Lehet, hogy a kérdésben csapda van, ezen már gondolkodtam. Ugye a BBC Hard Talk című műsorában megkérdezte Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy
melyik felet látná szívesen győztesnek a háború végén? Ez egy eldöntendő kérdés, de kérdés, hogy el lehet-e dönteni? Ő nem is válaszolt határozottan erre a kérdésre. Mert nem is lehet erre válaszolni. Nem is lehet erre válaszolni. A Szijjártó Péter miniszter úrnak a fő érdeke az az, hogy Magyarország biztonságát tudja garantálni, és az Európai Unió biztonságát. És ehhez pedig az kell, hogy ebből a háborúból mi kimaradjunk, és folyamatosan azt próbáljuk meg politikailag, diplomáciailag elérni, hogy a két fél az tárgyalóasztalhoz üljön, és a diplomácia vonalán lezárjuk ezt a konfliktus helyzetet. Akkor legyen ez a végszó. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm a lehetőséget.